Üdvözöllek, itt Újhelyi Szabolcs Zoárd. Hogyan szabadulhatunk meg véglegesen a pattanásoktól? Ebben a videóban szó lesz a legfontosabb étrendi változtatásokról, ételekről, étrendkiegészítőkről és a bőrfelületre alkalmazható leghatékonyabb természetes szerekről is, melyek segíthetnek abban, hogy a pattanásoktól gyorsan megszabaduljunk. Napjainkban a pattanások fő okozója az esetek 80%-ában a belegben keresendők, ilyenek a bélrendszerünkben lévő káros baktériumok és gombák, mint amilyen például a kandida. A bélrendszerben található kórokozók szaporodását napjainkban elsősorban ezek idézik elő, az antibiotikumos kezelések, a fogamzásgátló tabletták, a túl sok cukortartalmú étel bevitele, vagy például a klóros víznek a fogyasztása. Az első fontos lépés, hogy elhagyjuk a cukortartalmú ételek bevitelét, és helyettesítsük például stéviával, xilittel vagy mézzel. A méz az egyik legjobb édesítőszer a pattanások ellen, mind külsőleg, mind belsőleg alkalmazható. A második lépés az a gluténnek az elhagyása az étkezésünkből, mely elsősorban ugye a búza és rozs tartalmú kenyerekben, tésztákban található meg. A glutén gyulladásokat okoz a bélrendszerben és a bőrfelületen is. A harmadik fontos ételcsoport, amit célszerű elhagyni a pattanások esetén, azok a hidrogénezett olajok. A hagyományos bolti olajok, például a napraforgó és repceolajnak a többsége hidrogénezett, így tartalmaznak ugye transz zsírsavakat, melyek rengeteg kárt tudnak okozni a testünkben, a bőr esetében növelik a fagyúmirigyek termelését. A gabonalisztek helyett használhatunk mandulalisztet, kókuszlisztet, a hidrogénezett olajok helyett használhatunk kókuszolajat, vagy például hidegen sajtolt szűz olívaolajat is. Nézzük most meg a négy legfontosabb ételcsoportot, melyek segítik a bőr gyorsabb megtisztulását. Az első a zöldségfélék. Együnk minél több zöld színű zöldséget, olyan formában, amely a lehető legközelebb áll a természet által létrehozott állapotához. A második, amit fontos még megemelni az étkezésünkben, azok a rostok. A rostok segítik a káros baktériumok és gombák gyorsabb távozását a bélrendszerünkből, illetve fokozzák a probiotikumok termelődését is. Jó rostforrások például a csiamag, a lenmag, a mandula, a tökmag, a napraforgómag, vagy például az útifűmaghéj. A harmadik ételcsoport azok a fehérjék. Fogyassz jó minőségű fehérjéket, marhahúst, bárányhúst, tojást, tejtermékeket. Lehet fehérje porokkal is pótolni a fehérje bevitelt, de ott is inkább a jobb minőségűeket érdemes választani, mert azok általában tisztább alapanyagokból készülnek. A negyedik és egyben utolsó ételcsoport azok az egészséges zsírfélék, a kókuszolajat ugye már említettem. A kókuszolajnak antibakteriális hatása is van, tehát felvihetjük a bőrfelületre is akár. A zsírok, olajok közül előnyösek ugye a kókuszolaj mellett például még a mandulavaj, a hidegen sajtolt olajoknak a többsége és a vaj is. Én sütéshez elsősorban vajat, hidegen sajtolt szűz olívaolajat és kókuszolajat használok. A vajból olyat, amelyre rá van írva, hogy grass fed, azaz ugye legeltetett tehén tejéből készül. Sajnos nem sok ilyet találunk egyelőre itthon a boltokban. Nézzük most meg a három legfontosabb külsőleg alkalmazható szert, amelyet bevethetünk pattanások, akné ellen. Az első a teafaolaj. A teafaolaj egy teljesen természetes anyag, melyet közvetlenül felvihetünk önmagában is a bőrfelületre, de bele lehet keverni például mézbe, manukamézbe, vagy kókuszolajba is, vagy pakolásokban is alkalmazható. A második segítség a grapefruit magcseppek. A grapefruit mag cseppeket csepegtest rá a bőrfelületre, és hagyd, hogy felszívódjon. A grapefruit magot cseppeket belsőleg is lehet fogyasztani. A harmadik
szer, az az ezüst kolloid lehet, melyet elsősorban ugyanúgy lehet alkalmazni, mint a grapefruit magcseppeket. Az ezüst kolloidból találsz gyógynövény és bioboltokban pumpás spray kiszerelést is, amivel ugye hatékonyabban és gyorsabban felviheted a bőrfelületre a folyadékot. Végezetül nézzük meg a három legfontosabb étrendkiegészítőt, vitamint, melyek legjobban tudják segíteni a pattanások aknétől való gyors megszabadulást. Az első egy jó minőségű probiotikum fogyasztása célszerű. A probiotikumok megnövelik a hasznos bélbaktériumok számát, így azok nagyobb eséllyel szoríthatják vissza a káros baktériumokat a bélrendszerben. A probiotikumból olyat válaszunk, amely legalább három baktérium törzsből áll, és minimum 10 milliárd baktériumot tartalmaz. A második étrend kiegészítő, ami segíthet, az a cink. A cink nagyon fontos az immunrendszer számára, és segíti a szervezetet, hogy a bérfalak minőségét feljavítsa, megerősítse. A cinkból 50 mg-os kiszerelés az ideális, de inkább olyat keres, ami legalább 100 mg cinket tartalmaz. A harmadik és egyben utolsó étrend kiegészítő csoport azok a flavonoidok. A flavonoidokat számos forrásba be lehet vinni, elsősorban a bogyós gyümölcsök fogyasztásával, mint a berkenye, a gránátalma, a homoktömis vagy a ribizli. Ezekhez a gyümölcsökhöz leginkább gyümölcslé formájában juthatsz hozzá, gyógynövény és bioboltokban, webáruházakban. Nagyon jó flavonoid és antioxidáns forrás még a virágpor is, melyet önmagában vagy mézzel elkeverve is lehet fogyasztani. Most eszembe jutott egy keverék is, amit még pár éve egyik ismerősömtől hallottam. Egy kanál manukamézbe elkevert egy kanál virágport, belecsepegtetett 5-10 csepp teafaolajat, kb. Ugyanennyi grapefruit magcseppet, és ezt a masszát vitte fel az arcbőrre, és hagyta állni 30-40 percet, ezt naponta egy alkalommal csinálta, és nála két hét után alig látszottak már a pattanások. Remélem tudtam neked segíteni ezekkel az információkkal, és sikerül megszabadulnod ezektől a zavaró bőrproblémáktól. Ha te is ismersz más pattanás és akné ellenes megoldásokat, tippeket írd meg a hozzászólásokba, hogy mások is tudjanak róla, ha pedig személyes kérdésed van, küld el nekem e-mailben. Ha még nem iratkoztál fel a YouTube csatornára, iratkozz fel mindenképpen, hogy időben értesülj az újabb videókról. Itt Újhelyi Szabolcs Zoárd, ebben a videóban az akné és a pattanások természetes megszüntetési lehetőségeiről volt szó. További szép napot kívánok neked, és köszönöm a figyelmed!